Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen a Baráros térből, ezen a borús, szemelkélő esős napon. Azért jöttem most ide, mert itt lesz majd a villamos felvonulás, többek között errefele is fognak jönni, mindjárt mutatom. Onnan fognak majd jönni a körúton a Széll Kálmán tér fele a retro villamosok. Ott van egy 212-es húzel éppen. Úgyhogy most itt szépen megvárom, és akkor innen mindegyiket lehet fotózni és videózni így, ahogy igazából 5 perces követéssel jönnek majd. Most már csak a fényképezőt kéne beállítani. De szerintem minden nagyon jól lőhető lesz. Úgyhogy várjuk a villamosokat, tartsatok velük. Már. Meg a forgalmi mögöttünk. Most indult el. Ez a pótkocs is 630-es. Ez a kambiogyúk. Menjetek már onnan! Kurva anyátok! Nem, ott a 180-as jó van. Eljött.
van, igaz? Gyere! Na most jön, mert megindultak végre. Megfüstöl a fejem. Nem akarok felállni. Most meg lesz. Ott egy összeállás. Bocs, nem jobbra de... kanyarodni, ahogy jól van. Meg, hogy, hogy tanulnátok meg nem lekanyarodni? Tanulnátok. De jó hangja van. Ezen volt a munkar a fotós mellett, nem? De, a múl. Vagy már akár előbb a videóval, mert már lehetett ezzel. Na, de már! De ez igen. Icarus volt már, igen? Igen. Igen. Ez a régi, régi DKB. Ez is ott van rajta. Mónika ajtós. Anyának. Menjetek már onnan! Akaradjatok már! Most megvan. Közben megérkeztünk Elenföldre, a kocsi színbe, és itt vannak. Itt előtt van villamosok, mindjárt meg is mutatom. Egyébként T-Rex itt van mellettem, Extreme Presence, meg itt van Zoli is. De ugye olyan mutatom, igen. Zoli is éppen vogon, ez a vagyunk, akkor mutatom inkább a villamosokat. Ezek állnak bent. Hát tömeg is van. A favázasok azok odakint vannak. De itt vagyunk. Itt van Adonia? Csáó. Le a kalappal, hogy ilyen gyönyörű. Meglepetéses bengeli. Ez a másik bengeli pedig a fotós mellette fog menni, ami szintén rajta leszek. Többi meg ugye ott van a sima UV, a MOVE. És még ott kívül is van egy pár. A 26-24 is. De majd legközelebb majd a bengális fotós mellette fogok jelentkezni, ma azon is leszek. A felújított bengáli. Ebből hoztak össze 8 tengelyajtóst. Villamos, hogy fogtak két? Ezért? Két tengelyes villamos, és ennyi beépítették. Mert ráraktak egy egyedét. Hát igazából ez a magyar zsenialitás, mert megvan a bengáliba is, hogy megoldották, megcsinálták. Ez annyira magyarnak kellett lenni. Hát nagyon, tehát ez a... Kitalálták, meg is tudták csinálni, be is vált. Na majdnem, hogy vörös ez a izé. Azt mondanánk, hogy itt a csufi kettő. És itt lesz a fotós menetes bengáli. Pedig az egyajtós. Egyoldalú? Az egyoldalú. Innen már jobban látszik itt a és az ajtó nélküli oldala a bengálnak. Ajtó nélküli oldala. Igen. Magyar itt nincs magyar zseniális. De milyen szépen felújították el, csak azért akartam videóban megmutatni.
én azt nézem, hogy az a benga, ami a fotószelet lesz, az már nem is vörös, már nem is barna csíkban, hanem vörös. Hát azt értsük, de ez az eventi szinten alapján csinálták meg azt is, tehát ezek így néztek ki korábban. Meg azt, meg én azt hittem, hogy 8-as szám van rajta, erre B betű az mit jelent? Amúgy buszpótló vagy mi? Hát ja, igen, amikor a B betű nem tudom mit jelent. Ilyen, baszott jó fotós menet lesz, ja, nem tudom, valami baszott jó, vagy nem tudom. Alkatrészek ilyenek, kézzel újra legyen. Még van egy-két passzi, aki még javította ezeket, már néhány passzi, aki talán él. Sőt, megkérdezik, hogy hogy volt, mert megvannak az eredeti műszaki dokumentációk, és annak alapján legyártják. Másképp nem lesz. Ja, igen, de ott van a B betű is, és igen, valóban inkább bengáli. De vannak B. Baszott jó fotós menet, ugye? Baszott jó bengáli. Hát, amúgy ennek... Mi sem vagyunk teljesen normálisak, de ezt eddig is tudtuk. Néha villamosok húzik között azért ez megszokott. Egyébként is.